Üdv mindenkinek, itt Görög Ádám, és Isten hozott egy újabb Taci Project videoblogban. A mai második részben a lifestyle designról fogok beszélni, ami a számomra fantasztikus változásokat tett lehetővé alig pár éven belül. Ez eredetileg egy Tim Ferriss által megalkotott fogalom, ugye a 4 órás munkahétben szerepelt ez a gondolat, de látni fogod, hogy én viszonylag más szemszögből közelítem meg ezt. A 4 órás munkahétben a lifestyle design azt jelenti, hogy számolt ki, hogy mekkora havi jövedelemre van szükséged az ideális életstílusod fenntartásához. Könnyen kiderül, hogy igazából ez nem is annyira magas összeg. Utána csinálj egy vállalkozást, amivel ki tudod termelni ezt a jövedelmet, és nem többet, utána pedig minél jobban automatizáld a dolgokat, és lényegében csináld, amit szeretnél. Vagy egy alternatíva, hogy megbeszélsz egy távmunkaszerződést a munkáltatóddal, és így ugye kevesebb lesz a bevételed havonta, viszont el tudsz költözni egy olcsó országba, ahol kevesebb pénzből magasabb életstílust tudsz fenntartani. Ugye Magyarországon szerintem ez az utóbbi azért nem működhet, mert a bérek egyébként is nagyon alacsonyak. Másrészt pedig Magyarország egy olcsó ország, tehát nem igazán tudsz olyan helyre menni, ahol hirtelen harmad annyiba kerül megélni. Én a lifestyle designra szeretek úgy gondolni, mint egy fázisokból álló, hosszú távra szóló tervezési rendszer. Észre fogod venni, hogy nagyon sok esetben nem tudsz elkezdeni közvetlenül a céljaidon dolgozni, hanem először meg kell teremteni a feltételeket, hogy bele tudj vágni a céljaid megvalósításába. Például, hogyha kitűzöd célnak a vállalkozás indítást, akkor ugye nem fogsz tudni holnap belevágni ebbe az egészbe, nem tudsz legalábbis közvetlenül a vállalkozáson dolgozni. Tehát több fázison kell keresztül mennie az embernek, mire ebbe bele tud vágni. Egyrészt kell, hogy legyen egy kutatási fázis, hogy egyáltalán mibe érdemes belevágni, mire van piaci igény, mi az, ami működőképes, és különböző mintákat gyűjtesz, amikből nagyon érdekes tapasztalatokat lehet levonni. Utána minden bizony az szükséges egy felkészülési fázis, amikor is pénzt halmozol fel, időt különítesz el, egyáltalán fegyelmezed magad. Ez fontos, és a legtöbb ember mégis kihagyja. A lényeg az, hogy nem tudsz komplex feladatokat, mint például az életstílusodnak a fejlesztése, ezeket nem tudod elérni úgy, hogy azt mondod, hogyha munka után marad időm, nincsen semmi dolgom, és nem vagyok fáradt, akkor foglalkozok vele. Ez így nem fog menni. Tehát le kell teremteni az erőforrásokat, és el kell őket különíteni. Ez egy külön fázist képez. Utána pedig lesz egy tanulási fázis, amikor is ugye elsajátítod a szükséges, értékes készségeket. Nyilván nem éri meg belevágni ebbe az egészbe felkészületlenül, hanem úgy érdemes gondolkozni, hogy már a fejedben megvan a szükséges tudás, amit majd munkába kell tenni a későbbiekben. És ezután jön csak az építésnek a fázisa, amikor konkrétan a célodon dolgozol. Tehát mondjuk egy vállalkozás indítás esetében ez az, amikor a weboldalakat készíted, vagy az eladni kívánt terméket szerzed be, de tegyük tisztában, hogy egyébként ez lényegében bármilyen életstílus építéssel kapcsolatos célra rá lehet vonatkoztatni. Tehát bármi is, amit a te élethelyzetedben úgy látsz, mint egy olyan dolog, ami nagy mértékben hozzájárulna az életminőségedhez, el tudsz gondolkozni azon, hogy ezeket a feltételeket hogyan teremted meg, azzal a céllal kapcsolatban hogyan néznek ki ezek a fázisok. És ezért nem szeretem azt, amikor valaki azt mondja, hogy Ádám, amiről te beszélsz, az a számomra nem megvalósítható, mert sokat kell dolgoznom, kevés pénzért, és még ráadásul az unokahúgomra is vigyázni kell. Tehát csak hogy egyértelmű legyen, amikor azt mondom, hogy mindenki képes kategóriákkal jobbá tenni az életét, akkor nem arra gondolok, hogy ez 2 hónapon belül meg fog történni. Ha most valaki egy kifejezetten rossz élethelyzetben van, akkor minden bizonyal szükség lesz arra, hogy egy huzamosabb ideig pénzt halmozzon fel, időt szabadítson fel, képezze magát, de utána bele tud vágni, hogy egy új szintre emelje az életét. Tehát valószínűleg időt fog igénybe venni. De a problémák abszolút megoldhatóak. De lassítsuk le egy kicsit, mert amiről most beszélek, az a 2-3 éves időtáv. És az alatt már nagyon szép eredményeket lehet elérni. Ugye a Tacit 2 éve indult el szinte pontosan, és nyilván volt előtte egy megelőző felkészülési időszak. Én már úgy vágtam bele ebbe az egészbe, hogy a legtöbb értékes készséget elsajátítottam korábban, már az indulás előtt. De a lifestyle design még izgalmasabb lesz, hogyha egy 10 éves időtávon gondolkozunk. Például nézd meg, hogy mit csinál szinte mindenki a 20-as éveiben. Ugye ebben az életszakaszban rendszeresen az emberek szereznek egy képesítést, párt keresnek, és ugye elkezdenek dolgozni. A legtöbben ugye ilyenkor kezdik el eltartani magukat, és ilyenkor van a legtöbbeknek először saját elkölthető jövedelmük. A probléma az, hogy ezt az elkölthető jövedelmet jellemzően el is költik az emberek, és ezzel lényegében kötelezik magukat arra, hogy alkalmazásban maradjanak. Ennek az eredménye pedig az lesz, hogy pont a fiatalkorban, amikor nincsenek az embernek gyerekei, nincsen lakáshitele, vagyis igazából minden adott ahhoz, hogy minél több lehetőséget kipróbáljanak, nagyon sokan belebetonozzák magukat egy életpályába az egész hátralévő életükre,
ami sajnálatos módon nyilván pont a tervezés hiánya miatt történik. A jó hír az, hogyha tudatosan fázisokra osztod az életet, akkor másoknál sokkal gyorsabban lehet fejlődni. Tehát, hogyha mondjuk valaki fiatal korában, 2 éven keresztül iszonyatosan keményen képezi magát, hogy értékes tudásokat sajátítson el, és utána 2 éven keresztül egy vállalkozás elindításán dolgozik, egy szabadúszó vállalkozásnak az elindításán például, akkor könnyen lehet, hogy rövid időn belül olyan jövedelme lesz, mint másoknak mondjuk a 30-as éveiben lenne reális. Én személyesen ismerek több embert, aki mindezt megvalósította. És ahogy el tudod képzelni, hogyha valakinek a 20-as éveiben van egy nagyon klassz jövedelme, akkor el tudja kerülni azt, amire a legtöbben a 30-as éveikben rákényszerülnek, hogy ugye család mellett sokkal többet dolgozzanak, nyilván sokkal több pénzért is, de mégis a szabadságnak a kárára. Ezek a lehetőségek 20-30 éve még teljességgel elképzelhetetlenek lettek volna. De azóta az internetnek a segítségével lényegében pár hét meg tudsz tanulni, ugye sokkal több megélhetési lehetőség is van, és sokkal olcsóbbá vált vállalkozást indítani, úgyhogy szerintem igazán érdemes gondolkozni ezen. És egyébként pontosan ez az, amit én is csináltam. Hogyha esetleg nem a 20-as éveidben vagy, amikor nézed ezt a videót, nulla pánik. Ugye az a lényeg, hogy neked ebben az esetben minden bizonnyal már jobb alapjaid vannak. Tehát van egy magasabb jövedelmed, és ugye nem kell beletanulnod a munkába, mint egy pályakezdőnek. De a lifestyle design kötelező megtervezni, hogy mégis mi fog történni a következő években, mi fog történni a következő 10 évben, hol szeretnél tartani, milyen életstílus szeretnél fenntartani, és ehhez mit kell elérni? Ez nagyon fontos. A kulcs szó ezzel kapcsolatban a fókusz. Tehát képtelenség mindent egyszerre maximalizálni, ugye nem fogod ugyanazon az éven belül elindítani a vállalkozásod, kigyúrni magad, megtalálni az életed párját és elolvasni 100 könyvet. Ez nem fog megvalósulni egy év alatt. De ha azt mondod, hogy a következő időszakban egyetlen egy dologra fogsz koncentrálni, mondjuk a vállalkozás elindítására vagy a tudásod fejlesztésére, akkor lényegében felhalmozódik egy tőke, amire a későbbiekben már tudsz építeni, és így minden más sokkal könnyebbé válik. Lényegében így megtanulsz tanulni, alkalmazkodó képessé válsz, és egyáltalán egy szép fejlődési pályára állítod magad, miközben általában az emberek mit csinálnak, szétszórják az erőfeszítéseiket, és emiatt az életük egyetlen egy területén sem látnak akkora mértékű fejlődést belátható időn belül, hogy igazán motiváló legyen. A lifestyle design lényege tehát pár pontban összefoglalva. Tudd, hogy az életed melyik fázisában, hol szeretnél tartani és hogyan szeretnél élni. Mondjuk tételezzük fel, hogy az a terved, hogy a 40-es éveidben már szeretnél befektetési ingatlanokból megélni. Ezután kell, hogy legyen egy elképzelésed, hogy mégis mit kell megtanulnod, milyen teljesítményt kell leraknod az asztalra, hogy ezek a korábban megfogalmazott célok az életstílusoddal kapcsolatban, ezek ne csak úgy keringenek a levegőben. Például nyilvánvalóan képezni kell magad befektetésekkel kapcsolatban. Nem vásárol az ember csak úgy befektetési ingatlant. És ezt az egészet finanszírozni kell valamiből, tehát nem fogod tudni elkölteni a teljes jövedelmedet, mert hogyha elköltöd, akkor természetesen csak a levegőbe beszéltél, nem válasz igazi felelősséget a céljaidért. Utána szállj időt arra, hogy felkészülj, hogy időt és energiát különíts el, mert különösen a kezdeti időszakban könnyű elbukni. Például, hogyha az a terved, hogy szeretnél rendszeresen eljárni konditerembe, akkor ne az legyen a hozzáállásod, mert nem fog működni. Hogyha az a hozzáállásod, hogy munka után, hogyha nincsen semmi dolgom és nem vagyok nagyon fáradt, akkor lehet, hogy elmegyek. Ez így nem fog működni. Inkább találj helyet a napodban, és találj ki egy frekvenciát, hogy mennyi időnként mész el. A számomra például a legjobban az működik, hogy 2 naponta járok el, mindig valamivel délelőtt. Ezután még jó eséllyel tanulnod kell, sokat-sokat, nagyon sokat, de az interneten tényleg minden elérhető, amire valaha is szükséged lehet. Szóval mindez tervezés kérdése, az életstílusod megtervezése, az, hogy kitalálod, hogy milyen életszakaszban, hogyan szeretnél élni, ehhez milyen feltételeknek kell megfelelni, milyen körülmények között fog működni mindez, mit kell elsajátítanod, mit kell megtanulnod, és ez az, ami számomra fantasztikusan jól működött. De a legtöbb ember sajnos nem gondolkozik ezen, és ezért megfizetik a végső árat. Csak viccelek, de remélem, hogy egyértelmű, hogy hasonlóan a 100 millió forintos döntéshez, amiről egy másik videóban beszéltem, ez is óriási mértékben hozzá tud járulni az életben elért eredményeidhez, és igazán elgondolkozol rajta, hogy számodra hogyan tud működni mindez. Ugye hoztam néhány példát, de még egyszer, ezt lényegében bármilyen nagy, komplex, az életstílusoddal kapcsolatos célra rá lehet vonatkoztatni, és érdemes is gondolkozni rajta. Ennyi mára, mert el kell kezdenem a holnapi videón dolgozni, de ez azt jelenti, hogy hamarosan ismét találkozunk, és addig is a legjobbakat.